Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Nemrégiben egy nagyon találó karikatúrát láttam, amelyen egy tipikus öltönyös nyakkendős politikus állt egy jogalkotási, törvényhozási épület mellett. Oda ment hozzá egy karikatúrákban sztereotipikus nagytőkés vagy bankár, nagy zsák pénzzel, mellé egy kívánságlistával, átadta a politikusnak, aki azt szépen megköszönte, bement az épületbe, értelemszerűen onnantól kezdve ő és a pártja a megrendelő igénye szerint hozta a döntéseket. Ez nagyjából le is írja, le is rajzolja a mai politikai életet, de a kép teljességéhez hozzátartozik még a közbeszerzés, mint olyan, aminek a lényege az, hogy a pajtások egymás között osztogatják a közpénzeket. A gazdasági hatalom és a politikai hatalom így módon olvad össze teljességgel. Ebből van az európai polgároknak tökéletesen elege. Amikor közbeszerzésről beszélünk, erről kellene beszélni, mert ez a lényeg. Köszönöm.